Egyházi szláv nyelvű szent liturgiával kezdődött a Nyíregyháza örökösföldi görögkatolikus templomban Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspök és vértanú emlékművének felavatása, amelyet Nil Lusák, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye segédpüspöke és Szocska Ábel, a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója celebrált. Az emlékmű avatási ünnepségén Varga Márta, a nyíregyházi ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, Romzsa Tódor a hitért és vallásért feláldozta az életét. Összefogta a ruszin, magyar és más nemzetiségű hívőket, ezzel a nemzetek békés együttélését, és elősegítette és segítheti most is. Az örökösföldi templomban felelevenítették Romzsa Tódor tevékenységét. Munkássága az etnikumok közti ellentétek kibékíthetőségének példája. A szovjet vallás és egyházüldözés idején püspökként fontos alakjává vált az ezzel szembeni békés ellenállásnak, elutasította a Rómával való egység megtagadását és a pravoszláv egyházba való áttérést, kitartásra és egységre szólítva papjait és híveit. Romzsa Tódor az életét adta az egyházért, a pápa fennhatóságáért. Az ő első liturgiájának az volt a mottója, hogy szeretni Krisztust teljes szívemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ez legyen nekünk, keresztényeknek is a mottónk itt Nyíregyházán, Magyarországon és az egész világon. A Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspök és vértanú tiszteletére állított emlékművet felavatták és megszentelték. Boldog Romzsa Tódornak az alakja, személyisége a legtökéletesebb arra, hogy egy kicsit választ adjon azokra a kérdésekre, amelyet mindannyiunkat foglalkoztat, hogy mi Európa jelenje, mi Európa jövője, hogyan tudjunk nemzetiségi és mégis össze-európai szinten gondolkozni, hogyan valósulhatnak meg ezek a kérdések, mennyire elfogadható, ugye sok esetben a migráns kérdéstől elkezdve sok-sok minden más felmerült, és olyan jó, hogy van egy olyan alak, aki bár viszonylag fiatalon, 37 éves korában vértanúságot szenved, mégis személyében hordozza mindazt, amit az ukránok, a ruszinok, a magyarok, Kárpátaljának ezt a sokszínűségét, és mégis azt a testvéri együttlétet és gazdagságot, ami kifejezi azt, hogy jó nekünk magyaroknak lenni, a ruszinoknak jó ruszinnak lenni, az ukránok, és mégis valahol együtt Európát próbáljuk szimbolizálni és összehozni egyfajta testvéri gondolkozással. Azt szeretnék, ha a Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspök és vértanú örökösföldi emlékműve a ruszin nép zarándok helyévé válna.